Elindítottam. A mobilon elindítottam. A Sony kamerán most indítom el. Jó, akkor tapsolok. Sziasztok! Ismét egy nagyon egyszerű kis finomságot főzök. Ha érdekel, tarts velem! Mielőtt viszont belevágnánk, barkácsolnom kellett egy ilyen kijöntő formát. Ezeket az L alakú műanyag darabokat kifúrtam, összeillesztettem őket és jószorosan rögzítettem csavarokkal. Némelyik darab viszont hosszabb volt, ezért ezeket méretre kellett vágnom, és utána került minden a helyére. Szóval ezt barkácsoltam, mert szerintem sokkal gusztusosabb, hogyha ezt a túrós desszertet ilyen kis alakú formába öntöm bele, mint hogy ilyen nagy őszgerinc formába van beletéve, és én is nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz a végeredmény. Ja, és hogyha van kreatívabb ötletetek ennek a desszertnek a névadására, akkor nyugodtan kommentbe írjátok le. Na de lássuk azokat az alapanyagokat, hogy mikre is van szükségünk. Először is tejre, búzadarára, túróra, vanília aromára, illetve még szükségünk van... kristálycukorra. Amúgy nagyon nehéz dolgot kell művelnünk, egy tejbegrízt kell főznünk, amibe belekavarjuk a túrót. Szóval ezt a kijöntő formánkat előre kibéleljük folpakkal, meghintjük holland kakaóporral, és amikor elkészült a túrós tejbegríz, akkor ebbe szépen beleegyengetjük. Először is a tejet felraktam egy edénybe melegedni. Megvárom, míg jó forró lesz, és én ekkor szoktam beleszórni a búzadarát. Hogy mennyit, ne kérdezzétek, mert csak szemre szoktam. Ha kevésnek ítélem meg, akkor szórok még bele egy picit. Habverőt használok ilyenkor a kavarásához, hogy csomómentes legyen. Amikor elkészült a tejbegríz, adok hozzá 4 evőkanál cukrot, egy kicsi vanília aromát, majd a habverőt lecserélem fakanálra, és belekavarom a túrót. Miután a túrót beleöntöttem, ilyenkor már nem szoktam főzni, csak elkavarom benne. Jöhet az egyengetés. A folpaknak a széleit visszahajtogatjuk és hűvös helyre tesszük. Jó, hogyha nyáron nézed, akkor valószínűleg nem fogsz találni hűvös helyet, de a lényeg az, hogy miután kihűlt a desszert, be kell tenni egy pár óra hosszára a hűtőszekrénybe. Na, el is készültek a desszertjeink. Körülbelül egy 3-4 óra hosszát tettem be a hűtőszekrénybe. Egész jól megdermedtek. Úgy érzem, hogy ez a forma is egész jól működik. Na nézzük, kifordítom az asztalra. Ó, teljesen csodálatos. Hát ez nagyon szuper lett. Ilyen formát barkácsolni. Meg vagyok elégedve magammal. Szerintem teljesen jó lett a formája. Nekem nagyon tetszik, hogy ilyen kis cuki falatokra fel lehet vágni. Meglocsoltam egy kicsi eperöntettel, és megkóstolom, de szerintem nekem kevés lesz a cukor benne. Rakhattam volna bele egy pici cukrot, szóval ezért raktam rá ilyen sok epret, mert nekem szerintem nem lesz elég édes. Túrót mondjuk valamivel elkavarhattam volna, hogy legyen íze, mert nagyon natur túró íze van. A tejbegríz meg nem lett elég édes nekem, még ezzel én is kísérletezek. De jó, köszönöm szépen, hogyha végignézted a videót, ha tetszett, akkor nyomj egy lájkot,
Ha szereted a túrós desszerteket, akkor is nyomj egy lájkot, és a jövő héten egy érdekes paradicsomleves osztok meg veletek. Szóval jövő héten találkozunk. Sziasztok!